mi az egyház társadalmi tanítása? A politikai hatalom és az erkölcs viszonyáról fogok beszélni önöknek. Az egyház és politika. Témánk a bioetika lenne. Az emberi személy méltóságának a kérdése. A ború és béke az atomfegyvereknek az árnyékába. A munkáról, a szegénységről beszéljek. Egyház jövőjéről szeretnénk beszélni. A katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége. A katolikus egyháza küldetését úgy fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus üzenetét hirdeti az egész világban, szentségeket szolgáltat ki, illetve ami az egésznek a központi összefoglaló ereje, az nem más, mint a felebaráti szeretet gyakorlása a kereszténység tágabb fogalom, mint amit a katolicizmus jelent. Igazából a világ legnagyobb vallási közössége a keresztény közösség, 2,2 milliárd hívővel, ami a világ teljes lakosságának a 31 át jelenti. A 18. században megfogalmazódik a népszuverenitásnak az eszméje Európában, ennek pedig az az mondani valója, hogy annak van joga, és annak van lehetősége hatalmat gyakorolni, aki mögött a társadalom többségének támogatása áll. Az egyház ezekbe a hatalmi struktúrákba egyikbe sem illeszkedik bele. Az egyház hatalmának alapja a kínálatkoztatás, amelynek következtében az egyház folyamatosan végig kíséri az elmúlt 2000 év történeti fejlődését, és folyamatosan emlékezteti a világi hatalmat arra, hogy mi a feladata. Az egyház tehát a hatalom világi gyakorlói mellett folyamatosan jelen van, egy másfajta hatalmat gyakorolva. Ez a spirituális hatalom, amely a kinyilatkoztatásból ered, alapvetően meghatározhatja azt, hogy milyen erkölcsi normákat fog tudni érvényesíteni a világi hatalom, mert az egyház folyamatosan emlékeztetni fogja arra tanításában, hogy ez a nézőpont, vagy az a nézőpont belefér-e, elfogadható -e a keresztény tanítás szempontjából, vagy nem ereszén demokráciának alapelvei, amelyeket a társadalomban megmutat, és ezek az alapelvek az enciklikából, illetve az evangélióból származtatnak. Fussunk rajtuk át. A demokrácia alapelvét szeretném egy picit részletesebben kifejteni. Ehhez ezt az ikont választottam, ez a kalkedoni zsinat ikonja, ahol látjuk a nem csak egyházi, hanem civil résztvevőit is a zsinaknak 451-ből. Ez a demokratikus eszmének talán magja és az egyházi eredendője. Az egyén és a közösség kapcsolata, mint második alapelv, itt a Pünkösdi, a Pentekosztárion ikonját látjuk, a Szentlélek kiáradását, ahol az egyén és a közösség kapcsolatát azt hiszem nagyon szépen megmutatja ez az ikon. Az emberi méltóság, mint alapfogalom a keresztény demokráciában megmutatkozik akkor, amikor Cristo. találkozik tíz leprás emberrel, azok közül azokat meggyógyítja, és azok közül egy valaki megtisztultan visszatér hozzá hálát adni neki. Itt a leprásoknak, a betegeknek a emberi méltóságát és méltóságának elvételét látjuk az ikonon is, az elkülön és kitaszítottság megfogalmazását képi meg. Amikor aztán feltártuk, talán megpróbáltuk feltárni ennek a jelenségnek a mérétegeit, akkor tudunk visszanyúlni egyáltalán az egy és a politika kapcsolatának origójához amelyhez én Szent Ágostont hívnám majd segítségül, az ő De Civitate az Isten városáról szóló művét, amelyben a két városnak, az evilági városnak és a túlvilági, az örök városnak a kapcsolatát mélyen tárja föl a 4. 5. század fordulóján a szerző. És nagyon érdekes módon József Ratzinger, a késői, későbbi 16. Benedek pápa is az ő Ágoston nézőpontjait segítségül hívva, vagy ezekre támaszkodva vázolja majd fel az egyház és a politika, az egyház és az az e világi államvezetés kapcsolatát. És ebben majd olyan súlypontokat találunk, amelyek kicsit kiegyensúlyozzák azt a zaklatott viszonyt, amelyet a francia fordalom utáni időszak jellemzett, és vagy amely jellemezte a francia fordalom utáni időszakot és ennek az aklatott viszonynak a kiegyensúlyozása valami olyasmit jelent majd, hogy nem tartunk igényt az e világon tökéletes államra, valahol societas perfecta, tökéletes állami közösség ezen a világon nem létezik, hanem mindig rendelkezik valami hiányosságokkal, mindig a történelemben van jelen, és a történelem adja meg az állam keretét, és ugyanez igaz lesz majd a Ratzingeri tanítás alapján az egyházra is, amely, amennyiben evilági szervezetként szemléljük azt, és amennyiben annak a fenomenológiáját egy evilági közösségként próbáljuk leírni, akkor az sem tökéletes társaság. Tapasztalatunk A mikorunk tapasztalata az, hogy a kereszténységet az egyházat, különösen a fejlett világban sok erő megpróbálja egyfajta rezervátumba terelni, és egy külön társadalomtól különálló egységként bemutatni. Holott az egyház tagjai, akik meg vannak keresztelve, főleg felekezettől függetlenül, mindannyian gyógyítanak, tanítanak, eladnak, szolgáltatnak a társadalom részesei, adófizető állampolgárok, akik egyszerre tagjai az egyháznak és a társadalomnak. Ez a két valóság hat egymásra, egymásban él, és ezért élem meg lehetőségnek a mai napot, amikor belülről egyházi emberként, papként, beszélhetek és tanúságot tehetek arról, hogy az egyház tagjaként igenis van mondani valunk a társadalom egészének. Lehetőségnek tekintem azért, mert talán sikerül arról beszélnem és megértetnem, hogy a kereszténység és a ebből fakadó keresztény tanítás, amely alapján létrejött a keresztény demokrata szellemiség, világnézet, az igenis az egész társadalomnak jó, független attól, hogy valaki az egyház tagja-e, vagy sem. Az eszközeink, amiről már beszéltem az imént, a jogi eszközök, ezek, mint nem egészen működnének. E fölött eszközként jelenik meg az erkölcs eszköztára, és az erkölcs eszköztára fölött ott találjuk a vallásoknak az eszköztárát. A kérdés az, hogy ezzel a három eszközzel képesek vagyunk-e arra, hogy az embert megvédjük adott esetben saját magától. Mint ilyen. Ez a kifejezés, hogy bio bioethos, lényegében két szóból áll, egy összetett szó. A biosz az életet jelenti, görögül az ethos, az etológia pedig a viselkedést. Tehát lényegében az élettel kapcsolatos emberi magatartásra utal ugyanakkor annak a kérdése, hogy mi az él, mi élő, mi az élet, erre a kérdésre nem is olyan egyszerű válaszolni, hiszen a tudomány alapvetően reprodukcióhoz, metabolizmushoz, a környezeti alkalmazkodáshoz köti ezeket a feltételeket. Ennek megfelelően vannak élő lények, amelyek ezeket a tulajdonságokat felmutatják, és vannak olyan létezők, amelyek ezeket a tulajdonságokat nem mutatják fel. Mert hát lényegében a bioetika tág azt a, azt a tudományt jelenti, ami az élettel kapcsolatos viselkedési normákat szabályozza. Ugyanakkor ez a téma még mindig túl tág, hiszen az élet és az emberi életnek a viszonya egyáltalán nem egyszerű. Lényegében a bioetikának az egyik legnagyobb kérdése arra fókuszál, hogy az embernek egyáltalán van-e joga arra, hogy saját magát az élővilágon belül előkelőbbnek vagy többnek tartsa. A keresztény bioetika erre a kérdésre úgy válaszol, hogy igen, egyértelműen. Elsősorban azért, mert az emberi életnek az alapja az Istentől való megszólítottság, a teremtettség, és az Istenhez való visszatérés. Tehát lényegében mind a kezdeténél, mind a végénél nem a természet önfelülmúlása áll, hanem az Istennek a megszólítása. Az első alapérzése, vagy alaptapasztalata az embernek, a keresztény embernek a krízis valósága lehetne. Talán sokan sokféleképpen tapasztaltuk, hogy az az egyházi millió, amiben élünk, az a katolikus millió összefüggés, amiben élünk, legyen szó akár a plébániánkról, a nemzeti egyházi közösségünkről, vagy szemlélve a világegyház eseményeit magáról nagy római katolikus egyházról, mint világegyházról, beszélhetünk úgy, mint amely krízisben, amely válságban van, vagy amely keresi a helyét. És ennek a jelenségnek, a válság tapasztalatának egy különös ikonja volt 2019-ben a Notre Dame székes egyház, melynek leégése kapcsán sokan beszéltek az egyház kríziséről, az egyház válságáról, valami fajta jövőkép nélküliségről. Az egyház régóta foglalkozik azzal, hogy mi a háború, a, mi az igazságos háború, ha van egyet, egyáltalán igazságos háború. Szent Ágoston orrától kezdve föltesszük az új és új biztonsági kihívást, kihívások kapcsán, az újabb és újabb háború kapcsán, hogy olyan hogy módosítsuk, hogyan definiáljuk azt, hogy igazságos háború, vagy mi éppen a háború, és mi a békének, a békének a kapcsolata, ennek a kettőnek a relációja. 23. János, Pápa, János Pápa egy dokumentumában, a Pácemin Terjes enciklikájában, ami úgy híresült el, hogy hát a béke szózata, a béke enciklikája, a korszakos enciklika, ami a békéről szól a hidegháborúba egy olyan környezetbe keletkezett, amit az atomfegyverek, illetve különösen a kubai rakétabálság jellemzett. Ferenc Pápa azt mondta, hogy újra egy olyan korszakot élünk. 23. Jánosnak a dokumentuma a Pátszeminterú sosem volt annyira aktuális, mint éppen napjainkban. És sajnos azt kell tapasztalnunk az elmúlt években, talán évtizedekben is, hogy ez a világ nem olyan szép, hogy elképzeltük. Egymás után jönnek a válságok, jól emlékezünk még a 2008-as világválságra, aztán a migrációs válság, háború, de most meg az energiaválságról beszélünk. Az embereknek egy jelentős része az bizonytalanságban él. Képpen kell beszélnünk a munkáról, ami nem egyszerűen egy, egy társadalmi tevékenység, hanem egy olyan tevékenység, amivel az ember önmagát is építi, gazdagítja. És elsősorban a munkának ez az értelme, az Isten képviségnek a jele. És azok az emberek, akik elveszítették a munkájukat, és nehéz helyzetbe kerültek, elszegényedtek, azokat az embereket hogy vissza kell vezetni a munkába, ami borzasztó nehéz. Olyan háborúkat vívunk, ahol nem csak a nukleáris fegyvereknek a létét és kérdését kell újra értékelni, hanem azt is, hogy mit jelent az igazságos háború, és a pápa itt is világosan nyilatkozik, nem lehet igazságos háború. Csak a béke lehet igazságos. De a deklarációk önmagukban nem elegek, szükség van az akadémiára, az akadémiai kutatásokra, hiszen évszázadokat költöltöttünk azzal, hogy megfogalmazzuk, mit jelent az igazságos háború. Most itt az ideje, hogy megalapozzuk filozófiailag, teológiailag, és nyilván a jognak a nyelvén, hogy mit jelent az egyház hagyományában és tanításában az igazságos béke, és hogy csak a béke lehet igazságos. Köszönöm szépen!